Néhány hónappal ezelőtt fekete listára került 28 vény nélkül kapható gyógyszer Franciaországban. Ezek legtöbbje enyhé betegség elleni köptető, torokfertőtlenítő vagy gyulladáscsökkentő. A listán több itthon is népszerű gyógyszer szerepel, mint a Strepsils, az Advil, illetve a Nurofen. Ezekről a szerekről kérdeztük dr. Rőcei Norbertet, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei gyógyszerészkamara elnökét. A Strepsils az egy felületi fertőtlenítő, torokfertőtlenítő, ami gyakorlatilag nem szabad, vagy nem is szívódik fel, tehát keringésben nem kerül, így fizikai úton hat gyakorlatilag, olyan, mint amikor a csapot kifertőtlenítjük. Hagyni kell hatni, ez hozzátartozik a szedéséhez, de összességében jó gyógyszernek tartjuk és hatékonynak. Az Advil, a ibuprofen tartalmú gyógyszer, de még legalább 20 gyógyszert tudnék felsorolni, amiben ugyanez a hatóanyag van, szintén egy kipróbált és sok-sok éve, sok több évtizede használt gyógyszer, gyakorlatilag a másodikként választandó szer. A fekete listára került szerek közül számos olyan van, ami beletartozik a legnépszerűbb gyógyszerek körébe hazánkban is. Ugyanakkor semmiféle megerősítés nem érkezett még arról, hogy ezek a hosszú ideje forgalomban lévő gyógyszerek veszélyesek lennének az egészségre. Franciák mire alapozzák, ez még nem jutott hozzánk el. A gyógyszerbiztonságért felügyelő szervek sem jeleztek semmit, hogy ezzel valamilyen komolyabb probléma van ezekkel a készítményekkel. Természetesen ők figyelik és monitorozzák ezeket a készítményeket állandóan, hogyha bármilyen komoly probléma van, azonnal kivonják, mint például, ugye most tudunk más gyógyszereknél, ahol tényleg találtak problémát, azonnal kivonták. A recept nélkül kapható készítmények szedésekor tapasztalt mellékhatások bejelentésére természetesen van lehetőség. Ezt az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet honlapján tudják megtenni.